A regdiák találkozó, Szent Annai ünnepség, ajándékot kaptak az első választók, drágul a töltött káposzta az ünnepekre. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 24-én 18 óra 5 perckor. Az egykori Alma Mater, a Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola öreg diákok baráti köre tartotta soros találkozóját a mai Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. Mint az ünnepi közgyűlésen elhangzott, Budapesten megtartották a tisztújítót, ahol a Karcagi Öreg Diákok Baráti Köre elnökévé dr. Habil Őrsi Juliannát választották. Készültünk, amint mondtam, egy iskola bemutatással, egy rövid kis műsorral, amiben Esperes úr is köszöntötte őket, én mint igazgató is szóltam egy-két szót, egy kislány énekelt egy dalt, utána adtuk át nekik a szót, külön köszöntöttük ezen az alkalmon a megújult elnökséget, itt ugye el kell mondani, hogy dr. Őrsi Julianna elnökasszony vette át a szerepét Varai Zsolt úrnak ezen a poszton, ezúton is kívánunk nekik, illetve neki jó munkát és kitartást ehhez a nemes feladathoz. Én úgy gondolom, hogy érezték azt a szeretetet, amivel valóban fogadtuk őket. Elhangzott az is, és tulajdonképpen most is szeretném elmondani, hogy a mi jelenlegi tantestületünk, aki most éppen a református gimnáziumért végzi a szolgálatát, a mi tantestületünk is olyan, hogy több mint a fele ebben a Karcagi gimnáziumban érettségizett annak idején, úgyhogy ez úgy gondolom, hogy különös összekötő erő kettőnk közt, és egy igen nagy érték és ritka érték a mai világban. A megjelent öreg diákokat az iskola vezetése is köszöntötte, valamint beszámoló hangzott el az elmúlt egy év köri munkájáról, és több 56-os visszaemlékezést is meghallgathattak a jelenlévők. Ugye arról van szó, hogy a Karcagi Öreg Diákok Baráti Köre minden év október első szombatján szervezi a gimnáziumunkba a találkozóját. Hagyomány ezért már sok-sok éve, és ilyenkor mi is készülünk egy kis műsorral és iskola bemutatóval, és ők is megtartják a szokásos ülésüket. Néha ez egy közgyűlés formájában, néha egy baráti találkozó formájában, néha pedig a kettő ötvözetében kerül sorra. Az idén pedig valóban egy különleges alkalom volt ez, hiszen az elképzelés támadt közöttük, és aztán meg is valósították nagyon jó szívvel és adományokat is gyűjtve maguk között, hogy az iskolában az 1956-os forradalomban szerepet játszott tanárokra és diákokra emlékezzenek, azokra, akiket meghurcoltak ezek miatt az események miatt. Az ünnepi közgyűlés után az aulában Csíkos Sándor színművész szavalata után és az alkotó Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész együtt leplezte le közadakozásból állítatott emléktábláját. A művész alkotását, amellyel az iskola egykori 56-os meghorcult tanáraira és diákraira, valamint a bebörtönzött és elüldözött tanáraira, a bebörtönzött és kicsapott diáktársaira emlékeztek az öreg diákok. Magát az emlékművet Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész úr készítette, és az átadáson is ő maga is szerepet vállalt, be is mutatta egy picikét ezt a művet, ami egyébként gimnáziumunk aulájában található. Mondhatom nyugodtan, hogy egy nagyon szép impozáns emlékműről van szó. És az átadásnak még további különlegessége, hogy Csíkos Sándor művész úr, a Debreceni Csokonai Színháznak a színésze is részt vett ezen az alkalmon, aki akkoriban részese volt ezeknek az eseményeknek, tehát tulajdonképpen a személyes élményeit tudta elmesélni. Egy rendkívül megható alkalom volt ez mindannyiunk számára, nagyon személyes volt, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép alkalom volt összességében. Fennállásának 120. évében a névadóra Szent Annai Sámuelre emlékeztek a róla elnevezett Karcagi Középiskolában. A három nap alatt volt zenei délután, korunk kihívásai címmel szakmai délután, és a nyolcadikosoknak kimiben tudós játék, a Szent Annai napok zárásaként koszorúzás a névadóra emlékezve.
Az iskola aulájában Szent Annai Sámuel portréja előtt Kovásné Ecsedi Csilla tanárnő idézte fel Szent Annai életét, aki 1876. augusztus 11-én született Székely-Szent Miklóson, ősi székely, paraszti családban. Kora gyermekkorától kezdve szülei megszerettették vele a földet, és a föld iránti rajongása élete végéig megmaradt. Az iskola évek után tanári vizsgát tett, és mint gazdasági tanár dolgozott. 1912 őszén vette át a Karcagi Magyar Királyi Földműves Iskolát. Munkássága sokrétű volt. Igazgatta az intézményt, megpróbálta meggyőzni a karcagi gazdákat a képzés fontosságáról, javasolta a szarvasmarha és sertés állomány genetikai frissítését, kialakította a tanggazdaság tehenészetét, az iskolát a szíkjavítási kutatás központjává tette, megalakította a Baromfi Tenyésztők Egyesületét, gazdanapokat szervezett, publikálta kutatásai és kísérletei eredményét, könyveket írt, összeállított egy vetőmagkeveréket, és kidolgozott egy komposztkészítési eljárást, kidolgozta az úgynevezett ötös vetésforgót, valamint felállított egy nagy fontosságú meteorológiai állomást. Ha valakire igaz lehet Vörös Sándor gondolata, Szent Annai Sámuelre biztosan az. Az egyetlen igaz tanulás a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékenyé ébresztése. Iskolánk névadójának nem csak terveiben, tudásában, de tetteiben is óriási jelentősége van. Követendő példát állít mindannyiunk elé, főleg elénk, pedagógusok elé. Nem elég ugyanis sokat tudni, át is kell adni ezt az elméleti tudást. Meg kell szerettetni ezt a tudást, használhatóvá, alkalmazhatóvá kell alakítani. Nem elég tanítani, élen kell járni, példát kell mutatni, akármilyen nehéz, akármennyi szenvedéssel, lemondással jár is. Az elméleti tudás, a kutatás fontos, de önmagában nem elég. Az eredményeket be is kell bizonyítani, alkalmazni kell, sikerre kell vinni a gyakorlatban. Ugyanilyen elven működik a tanulás is. Sokat kell tanulni az iskolában. Óriási teher nyomta a diákok vállát régen, és nyomja most is. De vigasztaljunk titeket, drága tanulóink, a gondolat, hogy Dorosmai János meseíró költő szavaival élve a leckét az iskola adja fel, de az élet kérdezi ki. 1912 őszén vette át a Karcagi Magyar Királyi Földműves Iskolát, ahol munkássága sokrétű volt. Igazgatta az intézményt, próbálta meggyőzni a karcagi gazdákat a képzés fontosságáról, javasolta a szarvasmarha és sertés állomány genetikai frissítését, kialakította a tanggazdaság tehenészetét, az iskolát a szíkjavítási kutatások központjává tette. Megalakította a Baromfi Tenyésztők Egyesületét. Gazdanapokat szervezett, publikálta kutatásait és kísérleteinek eredményeit. Könyveket írt, összeállított egy vetőmagkeveréket, és kidolgozott egy komposztkészítési eljárást. Kidolgozta az úgynevezett ötös vetésforgót, valamint felállítatott egy nagy fontosságú meteorológiai állomást. Hangzott el a tudósról, akinek munkája országos hírűvé nőtte ki magát. Épp most vagyunk túl Szent Anna és Sámuel emlékére rendezett koszorúzáson, aki iskola névadója, illetve az elmúlt napokban több program volt iskolánkban ezzel kapcsolatban. Tegnap került megrendezésre egy tudományos konferencia, ahol három előadást hallgathattak meg diákjaink, illetve az általános iskolás diákok és tanáraik. Majd ezt követően az általános iskolások diákjainkkal egy játékos vetélkedőn vettek részt, így megismerve az iskolánkat és az iskolánkban folyó képzéseket. Szerdán megkoszorúztuk iskolánkban egykor tanító tanároknak a sírjait, majd az esti program egy kis zenés összeállítás volt a zeneiskola művészei segítségével, illetve tanulói segítségével történt mindez. Dr. Kátai László a Gödöllői Egyetemről, ő gépészeti témában tartott előadást, és az okosszemüveg volt előtérbe helyezve, ami a gyerekek érdeklődését nagyon felkeltette. A második előadónk dr. Lengyel Szabolcs volt a Tisza kutatóból, ő környezetvédelmi, természetvédelmi előadással készült,
és a harmadik előadás az egy kicsit gyakorlatiasabb jelleggel lett megtartva, Karsai Lajos rendőrkapitány úr segítségével, illetve a kollégái tartottak bemutatót a tanulóinknak. Névadunk szorgalma, akarata, bátorsága és tehetsége legyen példa előttünk. Méltóság teljesen hajtsunk fejet emléke előtt, amely bennünk él tovább. Kért a jelenlévőtől a szónok. Majd Szent Anna és Sámuel portréja előtt Karcagváros önkormányzata nevében Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezte el a koszorút. Majd a Debreceni Egyetem Karcagi Kutatóintézet képviselői és az iskola vezetősége és a diák önkormányzat emlékezett meg a névadóról. Mobiltelefonok hátoldalára ragasztható kitámasztót kaptak a Nemzeti Választási Irodától az első választók. A piros-fehér-zöld színű választás 2019 feliratú hajlítható mobiltelefon kitámasztókat a szavazóhelyiségben vehették át a fiatalok a szavazatszámláló bizottságoktól. A májusi európai parlament választás óta 38 ezeren váltak nagykorúvá, azaz választópolgárá. A legfiatalabb 16 éves választópolgár házasságkötéssel szerzett nagykorúságot. A legtöbb első szavazó a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor egyes számú választókörzetében adhatta le szavazatát. Folyamatosan drágul a sertéshús ára. A növekedés mértékét még nem lehet megjósolni, de az már most látszik, mélyen a zsebünkbe kell nyúlni a sertéshús árának drágulása miatt. A Magyar Húsiparosok Szövetsége közleménye szerint az év első 9 hónapjában 10-12%-kal drágult a sertéshús. A prognózis alapján az afrikai sertéspest is, azaz az ASP járvány hatása miatt hazánkban, de Európa szerte is további áremelkedéssel kell számolni. Ebben a karcagi főtéri üzletben is várható áremelkedés. A sertés tőkehúsokra jellemző egyenlőre az áremelkedés. Kereskedelmi egységekben egy 10-15%-os emelések már voltak. Az élő állatsúlya viszont már közel 50%-kal emelkedett az elmúlt időszakban, így aztán még várható sajnos egy további áremelés vár a kedves vásárlókra. Ugye minden kereskedelmi egységben más és más árak vannak. Mindenki tudja, hogy mennyiért vett mondjuk egy kiló sertéscombot márciusban, és most mennyi. Tehát mondhatom ezt, hogy 10-15%-os áremelkedés volt. A töltelék áru még egy kicsit mérsékeltebb áremelkedést mutat, mint a tőkehús, de vélhetőleg egy picit még fog emelkedni. Az ünnepi asztal kedvenc ételében is érzékelhetőek lesznek az áremelkedés hatásai. Hát eddig sem érzékeltünk igazándiból a sertéshúsba fogyasztás visszaesést. Hogyha az árakat valamilyen szinten azért fékezni lehetne, szerintem nem fog az ünnepi fogyasztásra kihatni. Megkérdeztük a karcagi vevőket, mit szólnak a töltött káposzta árának emelkedéséhez. Van akkor úgy, hogy akkor megoszlik a terül azt a kámra, és akkor kevesebb sertéshús kerül az asztalra, vagy egy kevesebb lesz a töltött káposzta, és akkor valamivel kipótoljuk, valami más húsféleséggel. Én inkább a csirkehúst szoktam főleg venni, meg nem vagyok annyira húskedvelő se, az az igazság, de szívesen elfogyasztom a disznótorost is, meg hogyha kell, akkor egy kis darált húst, vagy azt inkább fasírtot készíteni meg. Természetesen a töltött káposzta sem maradhat el, úgyhogy az se fog elmaradni, hogyha kell, vagy egy kis alagutas csirkét megcsináljuk karácsonyra, tehát amihez csirkehús kell. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagymunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!